Na hát üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Erbovok, és már túl sok volt a gameplay, túl sok volt igazából a tutorial, akkor legyen egy kis unboxing. Vettem a napokban, konkrétan ebben a pillanatban vettem egy pár órája, egy LED szalagot, ami ha minden igaz 2x40 centi van benne, és 2x60 centi egy USB-s dock, és 10, hát ez jó kérdés, hogy mi. Van egy távirányító, na mindegy, akkor teszteljük le, bontjuk ki, és akkor majd ennyire egyszerű. Jó? Ennyi? Nincs benne semmi. Jó. Van hozzá egy dokkunk. Aha. Meg egy ilyen fejünk. Fókusz? Nincs fókusz? Úgy. Van egy ilyenünk, akkor ez kapja majd a jelzést. Jó, nem fókuszom annyira. Meg ez pedig a power. Oké, remélem, hogy power kapok hozzá. Ez micsoda? Ja, ugye ezek ilyen hosszabbítók, meg ilyen ragadósok. Aha, értelek. Na, akkor itt a távirányítónk, ami gondolom, hát elem nélkül ugyebár még a távirányító, de mindjárt kiderül, hogy... Na, várjál csak. Hogy kezd kinyitni? Így az. Ó, elmész a francba. Van benne elem. Aha, és akkor ez így megy bele. Ja, valahogy így. Aha. Zsír, akkor van izénk. Na, akkor kapok egy hatalmas leírást, olyan hosszú, mint az állat. Na, mindegy, és akkor ebben mi az USB-s? Ja, ha. Kapok hozzá egy, kettő, három. Van a negyedik? Csak van a negyedik. De nincs negyedik? Nincs negyedik, jó. Akkor kapunk. Persze, ki jön. Gyere ki. Ezek a 260 centist. És ez nem fog ide férni. Wow, ez ilyen gumis az alja. Ez tök jó anyagból van. Ezt amúgy a monitorom környékére szeretném rakni. Ezt a 60-asokat. És a 40-es lesz pedig az asztal, de lehet, hogy ezen még változtatom a döntésemet. Kapok egy USB. Ja, hogy így USB-s. Hogy a power része lesz az USB. Aha, még hogy látom, kicsit kevés a fény, kicsit veszek fel a telefonom fényelőt. És akkor így egy kicsit már jobb. Akkor ez a 240-es akar lenni, ha mindig az igen. És akkor lehet, hogy így maradok, hogy a 240 centiset fogom majd a monitorra rakni. Ugye a hátuljára. Aha, lehet az lesz. És akkor ezt hova dugom? Aha, itt van, itt van. És akkor ezt össze is tudom dokkolni. De jó, és akkor ezt össze tudom így dokkolni. Na, király. Ja, ehhez kell majd a tű, nem itt van. Jó, akkor én azon gondolkoztam, hogy ezt leteszteljük. Ah, megvan. Na, végül csak összejött, és akkor bekapcsolom. És akkor itt van, előttünk. És akkor mindig ez akkor van ilyen, 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 és akkor van még a fehér. Ó, de szép, nagyon szép. És akkor a max fényerő. Ne bírom benni. Tudom erősíteni, jó? És akkor vannak effektek hozzá? Aha, van effekt. Na, wow, király, és akkor nekem hogy működik? Hogyha én most nem minden igaz, akkor jól gondolom, akkor hogyha én most ezt annyit akarok csinálni vele, hogy én ezt kicsit dokkolni akarom, ha minden igaz, akkor annyit csinálok vele, hogy én ezt bedugom ezeket a tűket. Ebbe. Bedugok egy 40-est. Amihez nem kell igény. Aha, ennyi. És bele van dugva. Ennyi, és akkor bele össze van toldva. Itt. Itt. Össze van toldva. Na, zsír király. Töké. Na, akkor srácok, kb. Ennyi lenne ez a videó, és akkor most szerintem dobok egy gyors time-lapse-et, hogy bekötöm a géphez az összes USB-s ledet. Na. Akkor egy vágás, és timelapse-re fel. Thank you.
kisebb videó, sikeresen beszereltem, főraktam a ledet, a monitornak a hátuljára is. Igaz, hogy csak natur kéket raktam a háttérre a monitorokon, de nem akartam nagyon sokat szenvedni a videónak a vágásába. Körülbelül ennyi lenne az a videó, ha tetszett nektek, srácok, akkor mindenképpen dobjatok el egy lájkot, ne felejtsetek el rám feliratkozni, és ha szeretnétek egy hasonló videókat látni a csatornámon, akkor mindenképpen dobjatok akkor be a kis harangot. Esetleg, hogyha szeretnétek hasonló videót, akkor írjátok meg nekem kommentbe. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Ervo voltam, sziasztok!